Marosvásárhelyen a demokratikus változások rendjén kezdett visszaállni a régi kétnyelvűség is. Itt-ott megjelentek a kétnyelvű feliratok. Egyébként magyar feliratok léteztek a Magyar Autonóm Tartomány idején is, de a 70-es évek végéig, és csak a Ceausescu elrománosítási lázának tetőzésekor a 80-as években kezdtek eltűnni. A Maros és Hargita megyei közös szervezetű gyógyszertári hálózat igazgatósága is komolyan vette eme változásokat, és rendelettel írta elő, hogy a Farmácsi Jézszó mellett jelenjen meg újra a magyar megfelelője a gyógyszertár is. Így már februárban több helyen is felkerültek a kétnyelvű feliratok. Ezt a feliratot ugye egy szabványfelirat volt, amit a gyógyszertár vezetősége íratott fel, ezért kaptak is egy átiratot, egy hivatalos átiratot a városi vezetőségtől, amire ők válaszoltak, hogy ezt vállalják, és igenis helyesnek tartják azt, hogy Marosvásárhelyen minden gyógyszertárnak a neve fel legyen írva magyar és román nyelven. A Tudor lakónegyed Marosvásárhely legújabb és legnagyobb lakónegyede. Tömbházak rengetege, többségükben románok lakják. Március 16-án, péntek délelőtt 10 óra körül, a 28-as gyógyszertár előtt körülbelül 50 román ember gyűlt össze a szemben levő vendéglőből. Több szemtanú is állítja, hogy a csoport magja, akik köré kialakult a tüntető csoport, nem volt odavalósi, és eléggé ittas állapotban volt. A magyarul felírt szöveg váltotta ki a jelenlévőknek a felháborodását. Tudniillik, a gyógyszertárnak az ablakára magyarul is fel volt írva a firma. Ez a felirat rendelésre történt, a szövetkezet írta fel belülről, tehát kívülről nem lehetett lekaparni, és ezért, aki megpróbálta ezt megtenni, be kellett hatolnia a gyógyszertár belsejébe. Ez meg is történt. Az Önfreciri utca sarkán áruló cukorkás személyében, aki behatolt a gyógyszerésznek a fő irodájába, és ott találva egy gyógyszerésznőt, nyakon ragadott, rákiáltott, és felháborodottan kiáltotta, hogy mit keres itt ez a felirat, nincs mit itt keresni a magyar feliratnak, és megpróbálta lekaparni. Mikor az irodába bementem, akkor láttam, hogy egy illető valamilyen oldószer segítségével próbálja feloldani a felírt, megmaradt szöveget, és eléggé felháborodottam, próbáltam számon kérni, és kértem, hogy mutassa fel a felhatalmazását, ami alapján ezt letörli. Hiszen ha az oda felírodott, az is egy felhatalmazás alapján történt, és a letörlés is csak így történhet. Megnyugtattak, hogy azért törölik le, mert újra fogják írni, hiszen a kifogás az, hogy felül egy román felirat kell legyen, és alul a magyar felirat. Tudni illik, a gyógyszertárnak az oldalára nem egymás alá van felírva a román-magyar felirat, hanem egyik ablakszemre románul, a másikra magyarul, a harmadikra megint románul. A vita több óráig tartott, a sajtó is tudomást vett róla. Az ordítozásra összeverődött néhány száz román nemzetiségű személy méltatlankodása zavargásokba torkollott, az utcán magyarokat molesztáltak. Négy rendőr és 8 katona is a helyszínre érkezett, de nem léptek közbe. Az egybegyűlt tömeg szétszóródott. A bukaresti, a központi pártlapból, a Szkünteából független néved lett Adevăr napilap nem csak átveszi a Rompress hírt, de még ráduplázz. Körmőci asszony, a 28-as gyógyszertár igazgatója lecserélte a gyógyszertár cégtábláját, lefordítván magyarra, és bejelentette, hogy attól a pillanattól kezdve a gyógyszertár csak a magyarok számára van nyitva. Nyomon követhető, hogyan korbácsolta fel az indulatokat ez az újságcikk. Én primus in primul rând a fost chestia de farmacia din Tudor. Deci aia vineri. Eu nu cred că în România un român
sau orice, țigan, maghiar, n-are dreptul să cumpere un medicament din farmacie. Atunci să nu facem farmacii autonome. Sem a hatóságok, sem a román sajtó nem tért ki arra, hogy amennyiben a gyógyszertár alkalmazottai törvénytelenül jártak volna el, akkor sem a felháborodott nép kellett volna lekaparja a magyar feliratot, hanem a hatóságoknak kellett volna eljárni. Ráadásul Körmöckiné, és nem Körmőci, nem volt a patika vezetője, hanem beosztott gyógyszerészként dolgozott. Néhány nap múlva a 28-as gyógyszertár teljes munkaközössége, románok és magyarok írásban tiltakoztak a 16 és 17-én lezajlott szélsőséges megnyilvánulások miatt, és elítélték a Rompress hamis híresztelését. Nyitott kérdés, hogy miért pontosan a 28-as gyógyszertárban történt ez a diverzió, hiszen bármelyik gyógyszertárban elő lehetett volna idézni. Két dolgot érdemes megemlíteni. Egyik, hogy a Tudor negyedben többségében újonnan behozott románok laktak, a másik, hogy a 28-as gyógyszertár munkaközössége aktívan részt vállalt a demokráciáért való harcban, a korábbi hibák kiküszöbölésében. A patika ügye nem zárult le ennyivel. Délután 4 óra körül újra összegyűlt ott körülbelül 200 román ember, akik hangoskodtak, megint elállták a forgalmat. Be nem jelentett illegális tüntetés volt ez is. A felháborodott tömeg egyre agresszívebb lett, magyarokat vert meg, a budapesti Magyar Állami Televízió operatőjének kameráját megrongálták. Néhány rendőrtiszt is a helyszínen tartózkodott. Egy hölgy próbált az egyik tiszttel beszélni, akit a tiszt, akit ha jól értettem a nevét, Ruszioánnak hívnak, galéron ragadott, és azt mondta, hogy voi unguri nu vec duce așa mult. Az ezerre duzzadt, randalírozó tömeg már nem a patikában történtek miatt tüntetett. Unul dintre lideri ne explică care este de fapt scopul. Scopul este împotriva profanării statuii lui Avram Iancu și după cum cred că s-a auzit din mulțime, și împotriva statuii lui Nicolae Valcescu din Sovata. Tömegből valaki meglátotta az egyik tömbház 6. emeleti ablakában néhány plakátot. Jogokat a kisebbségeknek, magyar sulit, magyar szót, egyenlőség, testvériség feliratokkal. Néhányan a feldühödött tömegből elindultak fel a lépcsőn. A lakásban két lány lakott, az ő ablakukban állt két régebbi, a bujaisták sztrájka alatt használt tábla. Felérve természetesen az ajtót kezdték verni, ütni, próbálták betörni, férfiak neki mentek, szerencsére az ajtó nem tört. Közben megérkezett egy tiszt is, és annak a segítségével még három civil bemegy. Beszóltak az ajtón, hogy megígérve, hogy nem lesz semmilyen bántódásuk, hogyha bemennek, és felelnek értük, csak engedjék be. Beengedték, és utána, ami következhetett bent, azt csak abból tudom, hogy láttam a teraszról kidobni, alászállni papírcikkeket, újságcikkek lehettek. Ugyanott megvertek két riportert is a helyi népújságtól. A román médiában mindenütt spontán tüntetésről írtak, de az okot illetően már egymásnak ellent mondtak az információk. Hol a kétnyelvű felirat miatt, hol pedig állítólag azért történt, mert egy román nőt nem szolgáltak ki. A városban még sok más helyen jelentek meg magyar feliratok, ezeket számba se vették. A közben 2000-re feldúzzadt tömeg elindult a főutcán a Tudor negyeden keresztül a Kövesdombra embereket toborozni. A felvonulók immár a magyar vezetőket szidalmazták, magyar vért követeltek, s kötelet Sütő Andrásnak, Király Károlynak, Tőkés Lászlónak és Kincses Elődnek. Ahol láttak magyar nyelvű feliratokat, letépték.
A tömeg egy másik része az 1918. decemberi sugárúton indult a főtérre. A própria posta nova a município de Tocumores, a máquina em maior viteza entrou em demonstração. Ezen a főúton haladó tüntetőoszlopba a kettes számú poliklinika előtt beleszaladt egy trabant, és megsebesített egy tucat embert, négyet közülük bokatöréssel. A tömeg nekirontott a kocsinak, kiszedték a sofőrt és jól elintézték, majd darabokra törték a trabantot és felgyújtották. A rendőrségi kivizsgálás szerint a látási körülmények nem voltak a legjobbak, a sofőr, Nagy Sámuel ittasan vezetett. A kocsiban ült még Nagy Sámuel román felesége és még egy román ember. Március 20-án, még mielőtt a rendőrségi kivizsgálás befejeződött volna, a Cuvântul Liber lehozta a Vátra Romániászka álláspontját az esetről, mely szerint szándékos román ellenes agresszióról és gyilkosság kísérletről volt szó, több magyar nemzetiségű ember fegyverként használta az autót, előre megtervezett akciót hajtott végre a békésen tüntető román emberek ellen, megsebesítve sok tüntetőt. Azt a intrák a másik lentre, a homin demonstrálzom. Jó, kalkási omorodok. Adus fata rănită la morg. N-a citit ziarul de azi dimineață? Foarte clar se specifică în ziarul de dimineață. Cuvântul Liber, ziarul local. Acolo se specifică morți, numele foarte, foarte, foarte bine. A Cuvântul Liber elterjesztette azt a koholmányt, miszerint a sebesültek közül egy fiatal lányt beszállítottak a sürgősségire, a magyar nemzetiségű egészségügyiek pedig betették a hullaházba. A lány közben időnként magához tért, és pontosan megjegyezte a körülötte zajló párbeszédeket, majd részletesen beszámolt egy nyilatkozatban Kálváriájáról. Utólag a marosvásárhelyi eseményeket kivizsgáló parlamenti bizottság arra a következtetése jutott, hogy a nagyon hamar elterjedt hír hamis volt, majd megjegyzi, hogy a magyar ellenes tömegpszichózis nem kis részben a sajtóban terjesztett hamis hírek következménye. Jon Munzátu is külön jelentésben azt írta, hogy ez a hír alaptalan állítás volt, a magyar egészségügyi dolgozók nem szállítottak élő román lányt a halottas házba. Bucur Mariana. Bucur Mariana. Bucur Mariana. Da. Da. Era băgată la morgă pur și simplu vie, fiindcă era româncă. Așa se specificat. Asistenta era maghiară. Sosem indult nyomozás az uszító cikkek kiagyalóinak kiderítésére. A tüntető tömeg leérkezett a Kövesdombról, keresztül vonult a főtéren, és felment az egyetemi központ bentlakásaihoz, hogy megoldják az orvosi egyetemen felmerült problémákat. Itt bántalmaztak is néhány magyar egyetemistát. Felszólították a román diákokat, tartsanak velük a tüntetésben. Néhány egyetemista csatlakozott is hozzájuk, a többiek pedig népzenével szórakoztatták a randalírozókat, majd meghívták őket a másnapi Román Diák Liga tüntetésére. A randalírozó tömeg visszaindult a főtérre. Noi suntem reacționari, dar nu putem să nu reacționăm la manifestările lor. Manifestări de huliganism. Ce a semnat Nicolae Băcescu la Sovata? Ce a semnat Bulgaria la Abraham Iancu? Toate aceste lucruri ne fac să demonstrăm în această seară. Pentru Ardeal,
pentru români și pentru țara noastră. Nu dorim argalul decât al României și nici al altcuiva. Nu dorim nici Elveție, nu dorim nici autonomie maghiară și nu dorim nimic decât argalul al României. A városházánál többek között Vasilé Czüre őrnagy arról szónokolt, hogy a románok nem hagyják, hogy saját földjükön a magyarok leigázzák őket. Ministerul Apărării Naționale a fost informat cu aceste probleme și vă rog să mă credeți că deja s-au luat și se iau măsuri și nu se va admite nimănui să calce teritoriul României libere! Czüre a megyei egységtanács tagja, a Vátra Romniászka alapító tagja is, aki 89 előtt a kommunizmusban politikai tiszt volt. A tüntetés éjfél után ért véget. Az Orvosi Egyetem Román Diákligája a sztrájkoló magyar egyetemisták és a magyar tagozat létrehozása ellen tüntetett a Marosvásárhelyi sportcsarnok előtt. Amint hivatalosan kijelentették, ez a sztrájk zavarta őket a tanulásban, ugyanis a magyar diákok nem vettek részt az előadásokon, és volt néhány magyar tanáruk, aki szintén sztrájkolt. A magyar diákok sztrájkját agresszívnek tekintették. Ugyanakkor beszámoltak a 12-én szervezett román ellensztrájkról. A posta manifestáció redorita, dar necesar. Organizatele Liga Studenților din IMFS. A Román Diákliga azért ellenezte a magyar oktatást, mert azt állította, hogy ez esetben a magyarok nem fognak jól megtanulni románul. A diákok tüntetéséhez bárki csatlakozhatott, így hamarosan magyar ellenes megmozdulássá, randalírozássá fajult. A tüntetés estig tartott, a résztvevők magyar ellenes jelszavakat skandáltak, magyar feliratokat égettek el, sőt, magyar embereket bántalmaztak. Még a református egyház felsővárosi hivatalát sem kímélték. 17-én 4 óra tájba a református temetőből jöttem haza. A parókia elé érkezett egy 70-80 tagú csoport, kiábálva, tüntetve, hangoskodva jöttek el a parókiáig. Észrevették, hogy a parókián és a templomon magyar nyelven ki van írva parókia és templom. Egy férfi, aki a tömeg élén haladt, egy idősebb, őszülőhajú férfi, a táblákra mutatott, és erre ketten-hárman a tömegből kiugrottak, és a feliratokat, a táblákat a falról leverték. Egyes tüntetőket a református temetőben levő magyar sírfeliratok is zavartak. A Kálvária felül egy nagy tömeg jött a Krizantemmel utca temetőiroda előtt, és be akartak jönni a kapun, hogy a magyar feliratokat, magyar táblákat dobják le. De nem sikerült, mert a temetőőrök, a sírások, mikor hallották, hogy jön ez a nagy tömeg, a vas rángákkal a kapun belül álltak, és mikor be akartak jönni, akkor keresztbe álltak, hogy ide nem jöztök be. Ha bejöztök, meghaltok. És akkor megijedtek, és úgy elmentek, hogy senki nem jött be, aztán elvonult a tömeg. Az RMDS többszöri sürgetése ellenére a rendőrség nem avatkozott be. Annyit mondtak, hogy itt egy békés tüntetés volt, és szó sincs arról, hogy valamilyen provokáció vagy ilyesmi lenne. Hát akkor megéreztük a veszélyt, és 17-én délelőtt összehívtuk, ez úgy tudom, egy szombat délelőtt volt, összehívtuk az RMDS megyei vezetőségét, a városi vezetőséget, és itt volt Király Károly vásárhelyen.
és megbeszéltük, hogy mi a teendő, tudva azt, hogy mi történt az utóbbi napokban, március 15-e Szatmáron, 16-án a gyógyszertárban már éreztük, hogy ez lehet egy forgatókönyv része, és ezért írásban is megfogalmaztunk mind a rendőrség, mind az országos nemzeti megmentési front felé, mind a megyei front felé egy tiltakozó nyilatkozatot, amelyet aláírt Sütő András, az akkori RMDSZ magas megyei elnöke. Ebben követelték a nemzeti kisebbség létbiztonságának és intézményei biztonságának szavatolását, és felhívták a figyelmet arra, hogy a kormányhatalom passzivitása ellenőrizhetetlenné tette a helyzetet. Március 17-én és 18-án zajlott Marosvásárhelyen a Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége, a MISZ első kongresszusa. MADIF nevében, mint ennek elnöke, hivatalosan is megnyitom a mai országos gyűlésünket. A 89-es fordulat után minden nagyobb erdélyi városban a magyar fiatalság szerveződni kezdett, magyar demokrata ifjúsági szervezetek jöttek létre. A MISZ kongresszusra azért kerül sor, hogy fogadja el a működési szabályzatot és alapszabályzatot, tehát hogy létezzen effektíve a MISZ, illetve egy új helyzetben a KISZ megszűnte után mi a helye a magyar ifjúsági szerveződéseknek. Ez volt a decemberi fordulat után az első magyar kongresszus, egy hónappal az RMDSZ kongresszusa előtt, ezért nagy érdeklődésnek örvendett. Mintegy 250 fiatal gyűlt össze Erdély nagyobb városaiból, akik az újonnan megalakult szervezeteket képviselték. A MISZ első kongresszusa állást foglalta Vátra Domonyászka szervezette kapcsolatosan, és kijelentette, hogy ez egy fasisztoid szervezet, és arra kérte a román kormányt, hogy ő maga nyilvánítsa ki az álláspontját a Vátráról. Ha volt, lehetett valaha fogalmunk arról, hogy a Ceausescu féle diktatúra több mint két évtizedes nacionalista, soviniszta, idegengyűlölő kurzusának milyen iszonyatosak a következményei, azt itt és most Marosvásárhely utcáin tapasztalhattuk. De hadd tegyük hozzá, ezzel számolnunk kellett, és kell ezután is. Továbbá kiálltunk a Temesvári kiáltvány 14. pontja mellett is. Valószínűleg Romániában sok minden másképp alakul, hogyha a Temesvári kiáltvány sikerül magas szinten is elfogadtatni. Természetesen nem marad ki a magyar nyelvű oktatás kérdése sem. A MISZ kongresszusa csatlakozott és szolidaritást vállalt a Marosvásári Orvostanhallgatók ülőszájtjával, ennek szellemében pedig követelte, kérte a Bolyai Egyetemnek a visszaállítását, egy önálló magyar nyelvű iskolahálózatnak a létrehozását, a magyar nyelv szabad használatát. A kongresszuson eldöntötték, hogy a városban uralkodó feszült helyzet miatt ne legyenek további utcai tüntetések. Március 18-án több nagy egyetemi központban, Románia szerte, Bukarestben, Kolozsváron és Jászvásáron a román egyetemisták tüntettek a magyar követelések ellen, általában kis létszámban, de annál nagyobb sajtóvisszhanggal. A romániai magyar szóban Domokos Géza, az RMDSZ ideiglenes intézőbizottságának elnöke arról nyilatkozott, hogy a román sajtóban egyre több magyar ellenes cikk jelenik meg, ezeket a Rompress hírügynökség minden ellenőrzés nélkül gyorsan továbbítja belföldre és külföldre. Nyilvánvaló a szándék, az RMDSZ lejáratása. A Szatmárnémetiben történtek figyelmeztetnek arra, hogy ha nem lépünk közbe, akkor olyan helyzet alakulhat ki, amelyik már később ellenőrizhetetlen lesz, hangsúlyozta Domokos Géza. Közben a Marosvölgyében egészen új fejezet nyílt meg az erdélyi magyar-román kapcsolatban, március 18-ával kezdve. Az alig egy hónapja nyilvánosan megjelent Vátra Romanyászka által szervezett kulturális előadásokkal. Az előadásokon marosvásárhelyi és tordai előadók szerepeltek.
Az első előadások színhelye nem Marosvásárhely, hanem Szászrégen és Déda. Ugyanott meghirdették az embereknek többek közt, hogy másnap is, március 19-én ugyanezt az előadást megtartják Marosvásárhelyen is, a Kultúrpalotában. Ettől kezdve nagyon felgyorsulnak az események. Március 19-én hétfő reggel a Városháza előtt engedély nélküli román tüntetés kezdődött. Ezt a román média spontán tüntetésnek próbálta feltüntetni. Csak hogy nem tudták megmondani, honnan tudták a románok, hogy hétfő reggel össze kell gyűlniük a Városháza előtt, hiszen előző nap vasárnap volt, és semmi különös nem történt, ami kiváltotta volna a spontánnak nevezett tüntetést. Akárcsak a február 9-i spontán román tüntetéskor megérkezett Marosvásárhelyre egy bukaresti kormányküldöttség, Nessé Dumitru, a Nemzeti Megmentési Front országos alelnöke, és Verestói Attila, az RMDSZ részéről. És arra kértek, hogy kísérjem el őket az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Gyógyszerészeti Intézetben, akkor még így hívták, ahol a magyar diákok sztrájkja kapcsán kellett volna tárgyaljanak a rektorral. Mondtam, hogy nem tehetem, mert reggel 9-re össze van hívva a Nemzeti Egység Ideiglenes Tanácsának, mert akkor már úgy hívtak minket, rendes ülése, és Jakabfi Attilát bíztam meg, hogy kísérje el Dumitrujékat fel az egyetemre. Az RMDSZ székházban voltam délelőtt, ahol mind többen bejöttek, és tanácskoztunk arról, hogy mi a teendő, mit tudunk csinálni a mostani helyzetben. Még mindig bíztunk abban, hogy ez a kormánydelegáció megpróbálja asztalhoz ültetni a feleket, és hát dialógus alakul ki. Az egyre feszültebbé váló légkörben a Városházán ülésezett a megyei tanács, a napirenden többek között az utóbbi napok etnikai feszültségeinek kezelése és a vezetőség hatáskörének újra szabályozása szerepelt. Amikor vége lett ennek az ülésnek, ahol a napirendet tárgyaltuk meg, és hoztuk meg a megfelelő határozatokat, akkor bementem az irodámba, és akkor figyelmeztettek, hogy ügyeljek, mert körbe van véve a székház, és hogy nagyon vehemens hangulat uralkodik ellenem. A tüntetők a március 14-i szatmárnémeti tüntetési kerén felbátorodva több magyar vezető eltávolítását követelték. Király Károly megyei elnökét, Jakabfi Attila nemzetiségi bizottsági elnökét, Tőkés András megyei főtanfelügyelő helyettesét, de elsősorban Kincses előtt megyei Nemzeti Megmentési Front alelnökét. Tették ezt azok után, hogy két hónappal korábban, január 12-én megéljenezték Kincses elődöt, mert a szekusok letartóztatását és elítélését követelte. Ön orice kazam înțeles, toată lumea este de acord. Trebuie să se ia măsuri radicale pentru ca să nu mai avem frică de securiști, de milițienii care au lovit în luptătorii pentru libertate. Jos cu ei! Jos cu ei! Jos cu ei! Acei milițieni care au fost în stare, ca după ce au știut ce s-a întâmplat la Timișoara, ce s-a întâmplat la București înainte de masă, totuși au dat în luptătorii de libertate din Târgu Mureș. Nu numai că nu au ce căuta în rândul noi poliții, dar trebuie să fie trași la răspundere, trimiși în judecată, arestați și tunși. Ei trebuie să fie în haine vărgate. A délelőtt folyamán a magyar egyetemisták a vártemplomban gyűltek össze, ugyanis a feszült helyzet miatt úgy döntöttek,
hogy hétfőtől nem sztrájkolnak az egyetemen. Más templomokba is összegyűltek az orvosi egyetem magyar diákjain a sztrájkjával szolidarizáló magyar középiskolás diákok. Háza előtt egyre feszültebbé vált a helyzet. A román tüntetés híre elterjedt a városban, és a vártemplom udvarára gyülekezni kezdtek a város magyar lakói, elsősorban a diákok szülei, hogy felügyeljék sztrájkoló gyerekeiket. Mi nem kértük vissza Erdélyt, sikértem is, nem kértük vissza Erdélyt, legyek meg a jogunkat, csak annyit kérünk. De azt kérdem, hol van most az RMDS? Ki van itten szervezés? Nincs senki ott, akkor el van a bújva. Nincs senki. Itt, aki megszervezte az RMDS, és nincs itt az RMDS. Mi nem szervezett senki semmi. Itt azok az emberek vannak, akik érzik magukba, hogy magyarok. Miket döntjük? Nem a bönökség. Nem sztrájkolás. Itt döntjük, nem a bönökség. Meg kell kérni magyarok, ébredjünk meg már egyszer. Addig, amíg el nem intéződnek a problémák, sztrájkolunk. Ha nem tovább folytassuk a dolgokat, hogy nem lehet... De ezért valami határozatot kell venni azért, na. Persze, itt. Határozzuk kell. Én elhatárom például. Én nem várom az RMDS tagot, hogy jöjjön nekem, kell, úgy, hogy álljak meg, megállok a munkámhoz. Mindegyik legyen lelkiismeretes, és álljon meg, mert azért harcol, amiért eddig nem lehetett. Most harcoljuk ki. Ha elhalasszuk ezt az időt, úgy letipornak. Úgy letipórnak, hogy többet soha a világon, egyszer itt Erdélyben nem is fogunk magyarul megszólalni. Én magam 11 óra tájban, 11:30 fele talán, oda mentem a vártemplomhoz, ahol az emberek gyülekeztek, megkértem őket, hogy menjenek be a templom udvarára. Nincsen jogunk kitenni magunkat az atrocitásoknak, az ütközetnek, mert bármilyen áldozatot úgyis a mi nyakunkba varnak, ez teljesen nyilvánvaló, hiszen nem is várható el, hogy a rendőrség meg a hadsereg, amelyik nagy többségében román, hogy a mi oldalunkra álljon, hiszen egészen természetes, hogy a nemzeti érzelmek őket is ugyanúgy fűtik, mint bárki mást. Lent, a városháza előtt nagyon sok román diák, illetve román egyetemista jelent meg, ugyancsak spontán módon. Újból tanárjaik vezényelték ki őket az iskolákból. A tömeg továbbra is a magyar vezetők leváltását követelte, közülük csak Kincses előtt volt a városházán. A tüntetők egy része berontott a városházába, Kincses előtt irodájában Gyorge Gambra rendőrségi parancsnok szeme láttára bántalmazták titkárnőjét, Váradi Juditot. A parancsnok pontosan tudta, hogy a bukaresti bányászjárások óta március 1-től érvényben van az a törvényerejű rendelet, amely különleges védelmet biztosít a hivatalos intézményekbe való erőszakos behatolás ellen, és pontosan ő kellett volna biztosítsa a városháza védelmét. Megpróbáltam a hátsó kiáraton elhagyni a székházat, de ott is ott álltak a tüntetők, úgyhogy azért, hogy ne kerüljek a karmai közé, ezért egy román munkatársnőm elbújtatott. Eközben az RMDS vezetősége a várost járta, hogy a magyarok ne menjenek ki a térre, ne gyülekezzenek, mert veszélyes lehet. Déli 12 óra körül a tüntetők száma körülbelül 3000-re duzzadt, egyre feszültebb volt a hangulat. A megyei nemzeti egységtanács magyar tagjai elhúzták a csíkot, csak Körmözki Zoltán maradt ott, és az ő segítségével tárgyaltam a románokkal, a román tüntetőkkel, akik bántatlanságot ígértek, amennyiben bejelentem a lemondásomat. És akkor kihurcoltak
a balkonra, nem, senki sem bántalmazott, nem voltam hajlandó a tüntető tömegnek lemondani, mert úgy éreztem, hogy rajtam keresztül az egész magyarságot meg akarják alázni, és azt mondtam, hogy amennyiben az én személyem a román-magyar megbékélésnek akadálya, hajlandó vagyok lemondani, de csak annak a testületnek, amelyik megválasztott, és nem pedig a tüntetőknek. És muszáj volt ebbe beletörődjenek, és összehívták a Nemzeti Egység Ideiglenes Tanácsának az újabb ülését, amelyen csak a románok vettek részt, és Körmöcki Zoli és én. Valamennyi román, kivéve Pop Dumitrut, a közismert vátrást, könyörgött nekem, hogy ne hozzam őket abba a helyzetbe, hogy a meggyőződésükkel szembe a leváltásomat szavazzák meg, hanem mondjak le. Manumesc kincses előd, sunt vicepreședintele demisionar al Consiliului Provizoriu de Unii Naționale al Județului Mureș. Luni s-a organizat un meeting de Uniunea Națională Vatra Românească și de către colonelul Judea Ioan din Târgu Mureș, meeting care a avut un dublu scop. Debarcarea, expresia aparține Vetrei Românești, lui Chirai și Chinceș. S-a obținut debarcarea lui Chinceș. Ce dat tine cu partea? Domnul Chinceș a dimisionat. Vasile Czőrö őrnagy azt harsogta, hogy saját földünkön mi vagyunk az urak. Szkriecsú tábornok pedig első alelnöki státusból kinevezte magát megyei elnöknek, noha Király Károlyt senki nem fosztotta meg megyei elnöki tisztségétől. Céljukat, Kincses leváltását elérték. A tömeg kezdett szétoszlani. Néhány százan még a városháza előtti téren maradtak. Ott épp akkor zajlott le az a Kincses elődnek a leváltása, az elüldözése végül 19-én délben, és akkor gyülekeztek ezek a felbújtatott román tömegek a kultúrpalota előtt, a régi városháza előtt. Én nem érzékeltem akkor, hogy mi a szándékuk, én csak láttam, hogy egy nagy tömeg ott összegyűlt. Néhány szót beszéltem Verestői Attiláékkal, és akkor még arról volt szó, hogy délután 4-kor találkozunk fenn az egyetemen, az orvos egyetemen. Két óra körül gyökeresen megváltozott a helyzet. 13 zsúfolásig telt autóbusz és teherkocsi teljesen új szereplőket hozott be a városba, rendőrségi kísérettel és üdvözlettel. A járműveket a Vatra Romnyászka szervezet bérelte, és ő állta a költségeket is. A parasztok a Felső Maros mentéről és a Görgény-völgyi falvakból jöttek, éppen azokból a falvakból, ahol egy nappal korábban a Vatra Romnyászka műsort szervezett. A botokkal, fejszékkel és vasvillákkal feltegyverzett parasztok alaposan bepálinkázva érkeztek. Szászrégeni szemtanúk szerint a Republika Fémipari Vállalatból osztották ki a parasztoknak az előkészített dorongokat, a Brödulécz vendéglőben pedig régeni szakusok osztották a pálinkát. Miért jöttek be ezek az emberek Marosvásárhelyre? Az első verzió az volt, hogy a Vatra Romnyászka a kultúrpalotában délután 5 órakor kezdődő műsorára hozták be őket.
În timp ce se întâmplau la Târgu Mureș evenimentele despre care bănuiesc că veți afla lucruri mai clare de la altcineva, eu prefațam și organizam un spectacol de folclor, cântece populare și dansuri populare la Palatul Culturii sub egida unui bata românească. Arról nem beszélt Csonti Áur, hogy miért fejszékkel és vasvillákkal jöttek a falusiak az általa szervezett folklór előadásra. A kivizsgáló kormánybizottságnak nyilatkozó Vátra Romnyászka képviselők másképpen nyilatkoztak. A parasztokat valakik telefonon hívták be Marosvásárhelyre, a polgármesteri hivatalokon keresztül. Adrián Ovidiu Mociu, a Vátra Romnyászka kebelében szervezett politikai párt, a Román Nemzeti Egységpárt szenátora, elfelejtett egyeztetni Rádu Csontja kollégájával, így a román képviselőháznak 1990. november 26-án keltezett beadványában egy szó sincs folklór műsorról, azt állította, hogy a libánfalviak és a hodákiak azért mentek be a városba, mert meghallották, hogy Marosvásárhelyen a rokonaikat és barátaikat bántalmazzák a magyarok. Joni Riescu, az akkori ideiglenes államelnök 17 év táblatából szintén megfeledkezett a Vátra Romnyászka szervezte kultúrműsorról. După revoluția din decembrie, oamenii se simțeau datori fiecare să apere cuceririle revoluției. Și n-aveau nevoie, n-aveau încredere în structurile oficiale, n-aveau încredere în poliție, n-aveau încredere... Era o anumită stare de mobilizare a spiritului civic al cetățenilor. Și mai ales în Ardeal, în fața unor forme organizate, considerate agresive, de partea maghiară, românii imediat, spontan s-au constituit în diverse alte structuri, ceea ce a dus inclusiv la formarea Vetrei Românești. S-au dat foarte multe telefoane în dimineața zilei de 19. Pe tot parcursul zilei au început și clopotele să bată și un pic de alarmă s-a făcut. În sfârșit, un autobuz în care până la urmă am intrat și eu, ne-am îndreptat către Târgu Mureș, la spectacol organizat de Uniunea Vatra Românească cu artiști îndrăziți. Sunt din comuna Petelea, numărul 112, muncitor complexul Gornești și am venit la meeting-ul. Ne-au adus de la Consiliul Popular. Cine v-a adus? Poștașul. Asta, secretarul Frontului Salvării Naționale, mai mulți, 25 de persoane au fost. Dar de ce ați venit la demonstrație? Ce vi s-a spus? De ce trebuie să veniți? Pentru liniște, pentru pace, zice. A román falusiak utólagos bevallása szerint szervezetten hozták be őket azzal a céllal, hogy rendet csináljanak, megvédjék a románokat a magyaroktól, akik öldösték a románokat, mi több, román csecsemőket vagdostak a falakhoz. Fusese momentul ăla în care, printr-o nefericită inițiativă, au fost aduși localnici din cele două sate, Ibănești și Hot. Au fost momente... Cine i-a dus să? E greu de stabilit cine, dar vedeți, au fost momente. Doamna, nu vreau să mai incriminez acum, în principal colonelul Judea. A főtérre érkező románok nagy része nem az eredetileg meghirdetett Vátra előadásra ment, ahol Rádu Csontja, a Vátra elnöke készült bevezetőt tartani, hanem szétoszlottak, és a 16-ai és 17-ei randalírozások mintájára megkezdték főtéri randalírozásokat. A tömeg egy része az Ábrahám Jánkó szobornál gyülekezett, ahol nemzeti dalokat énekeltek és óráztak. Sokan közülük a főtér kellős közepén elkezdték letépni és botokkal meg fejszékkel széttörni azokat a magyar feliratokat, amiket ott találtak. A kultúrpalota frontján levő magyar feliratot is le akarták verni.
Itt viszont közbelépett két rendőr, és megakadályozták őket ebben. Közben a Vatra-Romanyászka gyűléseiről ismert magyar ellenes jelmondatokat skandálták. Be akartak törni a Nemzeti Színházba is, megszüntetni a magyar tagozatot. Két román színész állt szembe velük, és sikerült lecsítítaniuk a dühöngő tömeget. A tömeg a színház tér közepén mágiát rakott a magyar nyelvű plakátokból. Majd sorra vették a főtér körüli kis utcákat, és ahol magyar feliratot láttak, azt mind leverték. A magyar nyelvű utcatáblákat, plakátokat. Elkezdődött a magyar vadászat. Akkor jöttek ezek egy csoport, botokkal, vasakkal, villákkal, mindenféle szerszámokkal láttam őket. Onnan elmentek a főtér felé, és én találkoztam a feleségemnek egy volt barátnőjével, iskolatársával, vele együtt beszélgettünk, és menjen ő is haza, november 7-ben lakott a busz, a főtéren le volt zárva a forgalom, és gondoltam, egy darabig elkísérem, és ott a partnál jött három Dacia, két nagy busz és két teherautó, amiben teli voltak emberek, ezek a hodákiak, vagy akiről mondják, hogy kik voltak. És engem ott a Luxor téren haton, botokkal, fával, vassal, nem is tudom már mivel ütöttek, ott ütöttek, amíg mentőt kellett hívni, nem tudtam magam eszméletem. Ma volt ott unidin hodak, és te romani. De am strigat pe unul corcii, odășenii m-au bătut, zice, strigi corcii, au crezut că sunt maghiar și m-au bătut. Avea bâte la ei, cu picioare, cu ăștia. Eu atât că mi-am ferit capul, că mi-am scos și dințele din gură. M-am pus așa lângă miliția și prindeam pe milițian și milițianul era frică, zice, du-te măi băiete, du-te mai încolo, du-te înainte, du-te, ascunde-te. Când s-a ieșit pe stradă, după mine, o gașcă de m-a tăvălit pe jos. Într-un colț m-a pus și nu mai puteam să mai scap de ei. M-a întrebat, ești român? Da. Tu nu ești român, tu așa că ai strigat corci. Și m-a bătut de... Nu mai știam de mine. Aveți familie? Am trei copii, cel mai mare, 4 ani. Acum a născut nevasta una de 6 săptămâni. Eközben a rendőrség csak áldogált, szemlélte az eseményeket, meg sem kísérelte a rend helyreállítását. A főtéren és környékén a náci zsidó üldözésre emlékeztető terror hangulat uralkodott. Felmentem az orvosi egyetemre, nem volt semmi, tehát ott mindent lefújtak, hiszen már tudták, hogy nem az a forgatókönyv. Habár délelőtt az orvosi egyetem titkára megtelefonálta, hogy a tüntetők ne menjenek fel az orvosira, mert délután nem tartják meg a betervezett gyűlést, néhányan mégis felmentek jogokat osztogatni a sztrájkoló egyetemistáknak, azt ordítva, hogy agyonverik az összes magyar egyetemistát. De szerencsére a sztrájkot az egyetemisták éppen az nap reggeltől felfüggesztették. A Bolyai tér volt tulajdonképpen a város régi központja. Itt található a Bolyai iskola, és a város egyik büszkesége, a 200 éves telekitéka. Páratlan könyvritkaságok találhatók a könyvtár gyűjteményében. A felfegyverzett parasztok ide is be akartak törni, fel akarták gyűjteni a könyvtárat, de végül csak a magyar táblát verték le. A tékával szemben áll az 1789-ben épült késői barokk Kendeffi ház. Ide költözött át Nagyszebenből a királyi ítélőtábla székhelye, Erdély akkori legfelsőbb bírósága. A decemberi események után az újonnan alakult politikai pártoknak itt utaltak ki irodákat, köztük az RMDSZ-nek is. A magyarok körében futó tűzként terjedtek a hírek a román tüntetésről, Kincses lemondatásáról, a faluról beözönlött román csoportok randalírozásáról. A merészebbek közül körülbelül 300 magyar gyűlt össze az RMDSZ székház előtt, és felvilágosítást vártak a vezetőiktől, tudni akarták, mi az RMDSZ hozzáállása.
egy olyan diverzió zajlott le város szinten, hogy az RMDS székházhoz hívja a magyarságot, mert sütő szólni akart. Mikor volt a nagy revolúció, akkor miért nem veregettek össze az emberek? Két variánsot. Az egyik az, hogy a magyarság felé akkor egy felhívást intézni, hogy jöjjenek, hogy gyűjjünk össze, a másik, hogy hazaküldeni őket és csitítani. Az RMDS székházban a hiányos vezetőség volt jelen, ugyanis többen Budapesten voltak egy magyar-román értelmiségi találkozón, többek közt Markó Béla is. Az egyik ablakból megafonon Sütő András megyei elnök beszélt az RMDS székház előtt összegyűlt magyarokhoz. Akkor arra kényszerültünk, hogy valami kiutat nyújtsunk a marosvásárhelyi magyar lakosság számára, amely igen nagy tömegeiben nyugtalanul várt valamilyen eligazítást részünkről. Mi úgy ítéltük meg, és személyesen jó magam is természetesen, hogy minden lehetséges módon el kell kerülni a konfrontációt, el kell kerülni a konfliktusokat, el kell kerülni a vérengzés lehetőségét. Az összegyűlt emberek egy része megfogadta a tanácsát és hazament. De olyanok is voltak, akik hamarosan ellent mondtak és ott maradtak. Juan Skriecsi utólag feljelentést tett Sütő András ellen, amelyben azt állítja, hogy Sütő András felbújtó román ellenes felhívást tett a magyar lakossághoz. Közben a randalírozók, miután a főtéren elintézték a dolgokat, délután 4 óra körül elindultak a Bolyai utcán felfele a Bolyai térre, az RMDS székházhoz. Elmentem a rendőrségre, beszéltem a parancsnok helyettessel. Úgy tudom, hogy épp egy magyar parancsnok helyettes volt magyari, és megkérdeztem, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy itt veszélyben az RMDS székház, a rendőröket küldjék oda. Megnyugtattak, hogy rendben van minden, tudják, hogy miről van szó, és megtesznek mindenki annak érdekében, hogy ne legyen gond. Egy Marosvásárhelyen dolgozó Görgény Hodáki származású román törvényszéki bíró vezette fel őket oda. A román falusiak, megtudva, hogy a Bolyai térre kell menjenek, félreértették az utasítást. P. Bolyai, azaz Bolyaira, így Sütő király és Kincses mellett Bolyait is, a 150 éve meghalt neves magyar matematikust is fel akarták akasztani. Próbáltunk telefonálni először Gámbrá ezredes úrnak, a rendőrség parancsnokának, aki azt mondta, hogy nem tud az eseményekről, de utána néz. Akkor felhívtam Zsudiát is, aki a hírhet Zsudi, aki ugye az elnöke volt ennek a tanácsnak. Mondtam neki, hogy itt feldühödött románok körülvették a székházat, és hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ne történjen semmi baj, hiszen ott sok ember van a székházban, és veszélyeztetett az életük. Megnyugtatott Zsudia is, hogy rendben van minden, beszélt a rendőrséggel, nincs semmi gond. A felvonulók egy része tovább ment az utcán, elmentek a román állami rádióhoz, és ott kezdtek gyülekezni. A Marosvásárhelyi Rádió volt a környék rádiója, az egész környéknek, több száz négyzetkilométeres területnek a rádiója, a Székelyföld rádiója. Lementem a rádió stúdióba. Akkor már kezdtek gyülekezni a rádió stúdió körül a románok. Úgy becsléseim szerint kb. 50-en lehettek legalább, ugyancsak felfegyverkezve, és kérték, hogy a román szerkesztők úgymond adják ki a magyarokat, tehát itt nem szabad magyar szerkesztőségnek lenni, meg kell szüntetni a magyar adást, mert a magyar adás úszít, stb. Federalizálás, mindenféle marhaságot ott mondtak. Nagyon korrekt módon és becsületesen a román szerkesztőség tagjai nem csak, hogy nem
adták ki természetesen a magyar kollégákat, de azért, hogy mondjam, ott fennállt annak a veszély, hogy átugrják a kerítésre, mert be volt zárva a kapu, nem nyitották ki a kaput nekik, de már fel voltak dühödve, akkor kiment az egyik román szerkesztő, és úgymond megnyugtatta őket, elmondta, hogy itt nincs egy szál magyar, mindenki elment, és hogy nyugodjanak meg, itt mindenki ugye harcol azért, amit ők képviselnek. Követelték, hogy a rádiót vigyék át a Görgény völgyébe, mert ott a magyaroktól biztonságban van. Néhányan be is mentek követeléseiknek érvényt szerezni. Ilyen szedett-vedett társaság, rendetlen öltözékben elhanyagolt külsejű arcú emberek a teraszra feljöttek, és követelőztek, hát a román kollégák mondták, mi magyarok húzódjunk hátrébb, hogy ne irritáljuk, ne provokáljuk őket, és egyértelműen ők fogadták, beszéltek a csoporttal, megnyugtatták őket, hogy természetesen minden információt, ami történik, vagy amit fontosabbat kijelentenek, elmondanak a szalagokat, azonnal bemondunk, néhány perccel később elmentek. Az RMDS székház körül már jókora román tömeg gyülekezett. A kiabálások le Temesvárral, le Tőkéssel, akasztófára, sütővel, királlyal, Szmarandai Nákéval magyar vért akarunk inni. A téren a román tömeg vadabb és dühösebb része vasvillákkal és botokkal rátámadt az RMDS székház előtt áldogáló emberekre. Sütő András utasítására a székház elé szorultak, bemenekültek az RMDS székházba, bezárták a kaput. Szóltunk Király Károlynak Bukarestbe, aki azt mondta, hogy ő onnan nem tud semmit sem intézni, szóljunk ismét Gámbre ezredesnek. Másodszor is felhívtuk Gámbre ezredest, azt mondta, hogy most már tudomása van a dologról, majd megpróbál intézkedni. A román tömeg körbezárta az RMDS székházát, és fejszékkel, vasvillákkal, husángokkal ostromolni kezdte. Egy másik, sok vitát kavaró kérdés az, hogy ha már bejöttek a főtérre, mit kerestek a román parasztok a Bólyai téren, és miért kezdték el ostromolni az RMDS székházat. A román hivatalos verzió azt állítja, hogy Kincses lemondatása után egy csoport elindult a Marosvásárhelyi Rádióhoz, hogy kérjék Kincses előd lemondásának a bemondását. Un grup de aproximativ 500 s-a desprins și s-a îndreptat pe strada Ștefan cel Mare înspre sediul postului de miliție, postului de radio local. În drumul lor au trecut pe lângă reședința sediilor partidelor, unde erau adunate aproximativ 150-200 de cetățeni maghiari care audiau o alocuțiune a domnului Sütő András. În momentul trecerii pe lângă acest grup, și de o parte și de alta, s-au fost un schimb de, să nu le zicem injurii, parcă e dur termenul, apostrofări, care au degenerat în aruncări cu pietre, și de o parte și de cealaltă, cu bucăți de lemn și alte obiecte contundente găsite în imediat apropiere. Ez az állítás több ok miatt is hamis. Egyik az, hogy amikor egy óra körül Kincses lemondott, a rádió 10 percre rá be is mondta ezt a hírt. A másik az, hogy Kincses egy órakor mondott le a városházában, tehát körülbelül akkor kellett volna elinduljon a csoport a rádióhoz. A csoport viszont délután 4 után ért az RMDS székházhoz, amely csak 700 méterre van a városházától, ennek a megtételéhez nem kell 3 óra. A tanúvallomások is azt állítják, hogy a román tömeg Bólyait kereste, nem a rádió székhelyét. Végül, amikor egy kisebb csoport a rádióhoz ért, mégsem kérték Kincses előd lemondásának a bemondását. Szó se volt arról, hogy olyasmit kérjenek, hogy Kincses lemondását olvassák be, hanem azért jöttek, hogy itt a magyarok ellen lépjenek fel.
Verbálisan fenyegetőztek, követelőztek, kiabáltak, voltak magyar ellenes szövegeik. Az egyik az volt, hogy magyarul ne sugározzon műsort a rádió. Hát ezt a román kollégák is megmagyarázták, hogy szó se lehet, ez a rádió mindig is sugározott magyar nyelvű műsorokat. Itt laknak magyarok, tehát magyarul is kell sugároznia. A Helsinki Watchnak nyilatkozó Vátrarom Nyászka képviselő azt mondta, hogy a kulturális műsorra beérkezett parasztok a Bújai téren levő románok segélykérésére mentek fel a székházhoz. Nem magyarázta el, milyen segélykérésről volt szó. A kivizsgáló kormánybizottságnak nyilatkozó Vátrarom Nyászka képviselő kissé összekavarta az eseményeket. A következők olvashatók ki. Egy délután 3 órakor lezajló Sütő András vezette RMDS gyűlés elégedetlenséget okozott a vásárhelyi románok körében, akik emiatt ugyanaznap reggel 9-től tüntettek a városháza előtt, kérve elsősorban Kincses előtt lemondását. Miután Kincses lemondott, a románok feldühödtek, és délután 4-kor elindultak az RMDS székházhoz. Ugyanakkor oda kerültek a görgényvölgyi románok is. Ott pedig az RMDS székházban levő magyarok rájuk támadtak üvegekkel, kövekkel. Ezért támadták volna meg a székházat. Sikerült azonosítani azokat a személyeket, akik köveket és késeket dobáltak a Magyar Demokrata Szövetség székházakon március 19-én. Ez akkora hazugság, hogy neki lehet támaszkodni. Ezt a székelyek így szokták mondani, ha valami egészen nagy hazugság. Bárki gondolhatja, hogy egy 60-70 főnyi beszorított, padlásra fölkényszerített marosvásárhelyi magyar nem lehet olyan ostoba, hogy önnön életét veszélyeztetve bármit is tegyen egy vele szemben kint az utcán üvöltöző 4-5 ezer főnyi tömeggel szemben bármilyen agresszív mozdulatot is tegyen. Nemhogy késekkel dobáltunk volna, nemhogy követ ragadtunk volna, hanem igyekeztünk annak a jelét sem mutatni, hogy a padláson vagyunk, ezért például külön megszerveztük, hogy a szelelő nyílásokon ne bámészkodjanak ki a barátaink, ugyanis amikor egyetlen arcot meglátott valaki odakint a tömegben, már fölharsalt a kiáltás, hogy imhol vannak, hozzátok ki őket, hogy akasszuk fel őket. Adriano Vidio Mozio már említett beadványában azt állította, hogy a délelőtti tüntetés után a békés parasztok hazafele haladtak volna el az RMDS székháza előtt, ahonnan a magyarok rájuk támadtak. A szenátor úr Marosvásárhely térképét sem nézte meg, ugyanis az RMDS székház előtt levő út Segesvár felé vezet. Szászrégen felé más irányba kell menni. Limánfalva első embere, aki a Marosvásárhelyre induló buszban volt, és a Vátrarom Nyászka folklór előadására jött be, teljesen ellentmond a hivatalos verziónak. Nem ajuns la spectacol, pentru că am fost dirijați, nu știu de cine, către sediu unor partide care s-au înființat atunci, printre care și UDMR-ul, PNCCD, mai era pe acolo. La intrarea în Târgu Mureș au spus să urmăm acele mașini, că nu se poate intra direct în centru unde e spectacolul, că trebuie să ocolim puțin. Și ce fel de mașini erau? Mașini mici, nu știu cine erau, cred că și de pe la poliție erau, erau și civili și militari. Am aflat că acolo, la sediu, în clădirea aceea la sediu partidelor, sunt niște unguri care vor ocupa Ardealul. Az egyetemen mégis nem jön létre
tárgyalás, mert közben sikerül eloszlatni a magyar tüntetődiákokat, mert már világos volt ekkor, hogy ott agresszió fog történni. Ennek fejében viszont azok, akik beáramlották látván az ott összegyűlt román vezetőség, hogy tárgy nélküli egy esetleges lerohanása az egyetemnek, tehát akkor lett az egész átirányítva az RMD székház ellen. Az ostromlóknak egy ideig nem sikerült betörni a vasrácsos ajtót. Először letépték a feliratokat, majd fadarabokkal, kövekkel vették tűz alá a székházat. Itten egy személy fel akarta tenni a panot az ablakra, hogy ne tudjanak bedobni kövekkel, tehát valamennyire védjük magunkat, akkor kapta egy kőfejbe, itten látszik a vér, ahol kifolyt. Azt is alig tudtuk bekötözni, elég jó nagy hasadás lett. A katonaság nem állt itt mellett, aztán nem volt katonaság, és Rigócába kocsival be voltak állva. Két vagy három teherautó volt telegendővel. Kérdeztem, hogy mire várnak, és azt mondták, hogy parancsra várnak, hogyha valami lesz, akkor lépjenek közbe. A székházban rekedtek órákon át, folyamatosan kérték a Gyorgy Gambra ezredes vezette megyei rendőrség és a Konstantin Kozsokáru tábornok vezette katonaság közbelépését. Katonai segítséget kértünk, katonai kordont kértünk, aki kijöhetett volna a katonasság. Kijöhettek volna több autóval. Másfél óra alatt nem voltak képesek mozgósítani a katonaságot és a rendőrséget sem. Hat rendőr jött, aki passzívan állt és nézte, hogy mit tesz a tömeg. Jakab fi Attila, az orvosi egyetemről tért vissza, ugyanezt tette a kincses irodájában levő kormánytelefonról, de mind hiába. Közben a román támadó tömeg a helyi erősítésekkel feldúzzadt 1500-ra. Az ostromlók végül betörték a főbejárat ajtaját és az udvarra vezető vaskaput. Akkor még el tudott menekülni a hátsó kerítésen a törvényszék felé mintegy 25 ember, az épületben pedig 80-an maradtak. Ismét telefonáltam Király Károlynak, azt mondta, hogy ha Gámbra nem intézkedik, akkor próbáljam meg Kozsokáru tábornokkal, a garnizón parancsnokával. Hívtam Kozsokáru tábornokot, nem jelentkezett, csak a szolgálatos tiszt azt mondta, hogy ő nem tehet semmit, a tábornok úr nem elérhető, de hát ez nem a katonaság dolga, próbálkozzam ismét a rendőrségen. Ismét hívtam a rendőrséget, Gámbra ezredesére, azt mondta, hogy nuám almény, nem csé fácsé, nuám almény. A magyarok végül a padlásra menekültek. Itten van ez a fémbazin, amelyet le kellett döntsünk, hogy az ajtó a feljárat nyílását tudjuk elzárni, hogy ne tudjanak ők utánunk jönni. Azon a részen elbarigádoltuk panokkal, holmi egyetmással, és megmaradott itten ez a szűk nyílás. Kérdés, mi történt volna, ha nincs a padláson a malter keverő tartály? Ismét felhívtam Király Károlyt, és szóltam neki, hogy Gámbra ezredes azt mondta, hogy nincsen embere. Király Károly is azt mondta, hogy onnan Bukarestből most már nem tehet semmit. Az épületben a következő 3-4 órában a románok feldúltak mindent, amit találtak. Így a Nemzeti Liberális Párt és a Szociáldemokrata Párt irodáit is, kivéve a Parasztpárt és a Volt Politikai Foglyok Egyesületének irodáit. A román tüntetők elhatározták, hogy felgyújtják a padlást. Ezeket kaptuk itt meg ma. Székházban. A székházban, ami nem létezett, és ezt hozták meg, sörös üvegek, meg különböző... Abban az üvegben mi van? Lak. Acetonos szintelen lak. Gyújtogatni. Fel akarták gyújtani az egész helységet. Látva ezt, a bent rekedt magyarok névsort írtak, hogy az utókor és a családtagok tudhassák, hol vesztették életüket. Tudtam ott fent, hogy számol padláson, hogy számolnom kell a halállal is. És volt bennem annyi pillanatnyi tisztánlátás, hogy feljegyeztem azoknak a nevét,
akik ott fent voltak egy kis zöld noteszbe. Az a kis 77-en kerültek fel rá, de utólag kiderült, hogy összesen 79-en voltak felszorulva. De egyelőre nem sikerült a gyújtogatás, mert fentről homokkal és felkapart agyagporral sikerült kioltani a feljáratnál rakott tüzet. Így padhelyzet alakult ki. A magyarok meg tudták védeni a padlást, de nem volt hova elmeneküljenek. Itten az épület, az emelvényen a kémény megi voltak, hat nő elbújtató, hogy esetleg a feltalálnak jönni, ne kapják őket meg, hogy nagy valami bántatások érje őket. Ekkor jelent meg Marosvásárhely polgármestere, Juan Zsudia ezredes. Nem hozta sem a rendőrséget, sem a katonaságot, hogy a támadókat elűzzék, hanem felment, és távozásra szólította fel a padlásra szorult magyarokat. Zsudia személyesen megígérte Sütő Andrásnak, hogy teljes védelmet biztosítanak nekik, csak jöjjenek le. Mindenki bizalmatlan volt, nem mentek le. Akkor Zsudia többszörösen kiadta tiszti becsület szavát, hogy nem esik bántódásuk, de a fentiek teljesen bizalmatlanok voltak. Közben megjelent Gheorghe Gambra is, a megyei rendőrség főnöke, és tétlenül szemlélte a dolgokat. Egy Zsudia úr, mi mondta, hogy menjünk el, de nem volt, hogy kimenjünk, azok ott voltak fejszíve mögöttük, és nem volt, hogy elhagyjuk a helyet. Közben a Marosvásárhelyi Rádió is észlelte a rend fenntartó erők késlekedését, felhívással fordult a katonai parancsnoksághoz és a rendfenntartó erőkhöz, kérve a sürgős intézkedéseket. Tegyék meg a törvények által előírt szükséges lépéseket annak érdekében, hogy megvédjék a politikai pártok tagjait és az épületet. 2,5 óra sikertelen meggyőző munka után Zsudia stratégiát változtatott. Fenyegetett, hogy ha nem jönnek le, a katonaság és a teherkocsik elmennek, és akkor a falusiak valóban rájuk gyújtják az épületet. Saját két szememmel láttam azt, hogy a gyújtogatást gyakorlatilag készítik elő oly módon, hogy katonai tehergépkocsikból eresztették, szívták át kannákba a nyersolajat, a benzint, Isten tudja. Zsudia arról is biztosított, hogy minden el van rendezve. Várja őket a kért autó. Sütő András végül is engedett. Világos volt számomra, hogy minek utána harmad, negyed ízben jönnek a padlás feljárahoz ugyanazok a személyek, és direkt módon fogalmazva közlik velem, hogy ha én nem jövök el, ha én nem hagyom el az épületet, akkor biztosak lehetünk afelől, hogy mindannyian elpusztulunk. Sütő András tehát elindult. Azt kérte, hogy a többiek maradjanak a padláson, amíg ő nem jön vissza. Néhányan még vele mentek. Nem akarták hagyni egyedül lemenni. Megérkezett a katonaság is. Opre alezredes vezetésével körülbelül 25 katona kellett volna megvédje a padlásról lejövő magyarokat. Este nem tudom, hány óra körül, végül is sikerült meggyőzni Sütő urat, hogy menjünk le, mert nem fog történni bántódásunk. És körülbelül 10-15-ön lementünk, de már útközben, hogy mentünk ki a székháznak a bejáratáig, már útközben is vertek, ütöttek minket, rúgtak, ütöttek, ahol csak értek. Nem volt semmilyen védelem? Abszolút semmi. Közben megérkezett egy katonai teherkocsi is, de a Sütő által kért feltételeket nem teljesítették, és nem zárt teherkocsit, hanem ponyvás teherkocsit küldtek. 1990. március 19-én szolgálatban voltam a Vásárhelyi Hadtest forgalmi osztályánál. Kaptunk egy telefont, hogy menjünk egy teherkocsival fel, hogy szállítsuk el a résztvevőket, a magyarokat, amelyek ott beszorultak a székházba, az RMD székházában. Vettünk egy nagy teherkocsit, amelyiknek katonai teherkocsi, amelyiknek hossza 9 méter, persze ellátva ponyvával, és elindultunk, hogy közel, szállítsuk el a résztvevőket. Nem tudtuk egészen megközelíteni, pont az ajtóig eljutni. Körülbelül 10-12 méterre tudtunk megállni a székháznak az ajtajától. Ez idő alatt
két felől katonai kordon vagy sor volt állva, hogy biztosítsák az RMDS tagoknak, akik fennszorultak a székházba, hogy tudjanak lejönni és felszállni a kocsikra. Zsudja mögött elhagytam a termet. Nyilvánvaló, hogy az egész épületet megszálló botos vandálok azok végig ugye ütlegeltek, rugdostak, de valahogy végig a kapu ajba jutottunk. Ők lementek, eltelt körülbelül egy jó óra, és semmi hír nem haladszott felőlük. Fent tanácskoztunk, hogy mit évők legyünk, végül is úgy döntöttem, hogy nem megyek és körülnézek, hogy lássam, mi történt a többiekkel. Amikor leértem a padlásfordulóba, Zsude ezredes kísért, karonfogott, jobban mondva lefogta a karomat, a másik felől Moldován Jan, a rendőrség alezredese volt, aki határozottan állítom, hogy védelmezőm volt, az ő feléről egyetlen ütés sem ért, csak arról a feléről, amelyen Zsude ezredes volt. Ugye védekezésre sem tudtam a karomat felemelni, szabadon ütötték az arcomat, rúgták a lábamat. Végül is kiírtem a nagy előcsarnokba, az emeleten, kinéztem és láttam bal oldalt a sarokban egy nagyobb csoport közepén, közrevéve Sütő András, Szepesit és Vince Ferencet, őket hármukat ismertem meg, amint két oldalról egy-egy ember tartja a karjukat. A kaputól a teherkocsiig a feldühödött tömegen átvezető út maga volt a Kálvária. Mondták, indulunk ki a székházba, ott van a katonai teherkocsi, és kordonnak biztosítják, fel tudjunk jönni. Ahogy mentünk, futottunk kifele, mondom, ottunk 15-20-an, a kordont átszakított, és kezdték széttörni a kocsit is. Na, lejöttek, először is lejött Vince nevezett, egy fiatal férfi, Vince nevezeti. Ott volt a teherképkocsi hátra, megett egy szék, felállt a székre, feltudott, megfogtam a kezet, és én fenn voltam a platformán, és nyújtottam a kezemet, felszállott. A másodiknak pedig Juhász Ilona. Hol verték meg? Ahogy lejöttünk a padlásra, és egy nagy hatalmas férfi, mikor át felemelték őtet, vagy hogy, csak bejött és letétte, az ránk ugrott, hát akkor már tudtam, hogy vége. Visszamentem a kordonon, és mondtam a többieknek, hogy én megúsztam néhány becsületesebb pofonnal, ha akartok, gyertek le, de ha nem akartok, ne gyertek le. Ezt a net nagyon határozottan megnyomtam, hogy érezzék, hogy ha lejönnek, probléma származhat belőle. A harmadik személy volt Sütő András író. A kapu ajban megjelenve rám mutat egy román katonaszt, és azt mondja, hogy itt van, vegyétek kezelésbe. Én hallottam a fülemben, amikor azt mondta a Szürjá őrnagy, hogy akkor már vinné be a trinomusztól, látszom primire. Márt a székháznak a kapu aljában, ment a gangba, leütötték András bácsit. Leesett a szemüvege, eltört, elvérzett. Nagy nehezen segítségével sikerült a kocsihoz hozni, de már el volt ívva a szék, össze volt törve, és feltették a kocsira, felemelték a katonák, és én nyújtottam a kezemet, és felemeltem a platformára. Visszamentem az előcsarnokhoz, akkor hallottam a nagy morajlást a tömegben, és akkor szaladt oda egy katona, aki az ablakból nézett ki, és azt mondta, vaj, domlé csapó citostja, a sáv dátonyéj pöna száv miskát. Akkor Zsudá így a tenyerével így elnyomta a képét a fiatalembernek, csevorbés ma bóulé, és azzal ott hagyott engem is, és elindult kifele. Én hallottam a kocsik burogását, azok valószínűleg akkor indulhattak el, közben pedig engem a hátsó kapun két román fiatalember kivezetett. De a teherautó nem indult el, várt még 10 percet. Azonnal nekifogtak, és a lécek között kezdtek szurkálni lécekkel, és a ponyvát letépték, elvágták a kötelet, és letépték a járda felé, leesett a ponyva. Miután leesett a ponyva, felugrottak,
és ottan botokkal, lécekkel, rángákkal ütötték mind a három szemét, akik fenn voltak a platformán. A rendőrök és a katonák mindezt tétlenül szemlélték. Ekkor lépett közelebb, illetve ekkor hajolt fölibém egy magyar nemzetiségű katona, akiről később aztán megtudtam, hogy Gábor Józsefnek hívják, és valójában ő mentette meg az életemet. Szaladtam hátulról előre, előről hátra, és védtem a részvevőket, akik a három szemét a kocsin voltak, de nem tudtam egyformán mind a hármat védeni, és még én is kaptam, és akkor leestem a András bácsi és Juhász Ilona közé. És megütötték a derekamat, a hátamat, és akkor, mikor leestem, akkor ugrottak fel a katonák. A katonák azért ugrottak fel, nem azért, hogy védekezzen, hogy nehogy a tévében megjelenjen valahol, hogy egy román tisztet ütik, akik ott voltak akkor. Zsudjá ezredes a saját márciusi eseményekről kiadott könyvében mindezt másképpen írja le. Megemlíti, hogy a katonaság főnöke Oprea alezredes megpróbálta nyugalomra és józanságra buzdítani a felfegyverzett parasztokat, de azok nem hallgattak rá. Akkor felküldött néhány katonát a tehergépkocsira, ahol botokkal és láncokkal verték Sütő Andrást a parasztok. Eddig Zsudjá leírása. Az eseményen jelen volt egyébként a megye első embere, Szkriecsú Jon tábornok is. Felemeltem a jobb kezemmel András bácsinak a fejét, ne legyen a deckán a platformán, tele volt vérrel, és alig hörrögött András bácsi. Bal kezemmel megfogtam a zablont, és kiálltok a barátomnak, a Popikának, a sofőrnek, hogy Smarinak, hogy Daci drumor repedik a kusmar ebbe drumon brácele mele. Tehát a karjaimból. Akkor nagy nehezen aztán sikerült elindulni a kocsival, mert egész körbe-körbe voltak véve emberek, és nehezen tudtunk onnan kijutni. Próbáltam felmászni, sajnos a kocsival estem. És a kocsi végigment, pont a lábfejemen állt meg, aztán nagy nehezen mondták mászik a kocsival, nem tudtam kimászni, hát a lábam ki a ficamodó, így nyugodtan sétált jobbra-balra. És végül is nagy nehezen kiúztak a kocsia, és akkor meg meg akartak lincselni, hogy én is ott vagyok. És mondtam, nem vagyok magyar, én román vagyok, azért ne lincseljenek meg. És akkor nagy nehezen beraktak egy magánkocsiba, és felhoztak ide a sürgősségére. Mi, mikor elindultunk, akkor kezdték dobálni a marószóda lúgot, amelyet használnak a falusi asszonyok szappanfőzésnél. Mikor később felkeresett egy év múltán, megmutatta a zubbonyát, amelyen hatalmas égési lukak voltak, ugyanis a támadóim arra is gondoltak, hogy ha másképp nem sikerül engem megnyomorítani, akkor a két szememet kiégetik. Mindezek után Oprea alezredes rájött, hogy túl kevés katonát hozott, újabb katonákat kért. Ezek már csak a hodákiak után értek oda, ugyanis a Sütő Andrással való leszámolás után a parasztok felültek az autóikra, és mint akik elvégezték dolgukat, eltávoztak. A székház padlásán fentreket magyarok másik csoportja már nem volt számukra érdekes. Akik fent maradtak, és nem mentek ki sütővel, azoknak nem történt bántódásuk. Lent még voltak románok, de csak a bámészkodók maradtak. És ott voltak a rendfenntartó erők, akiknek a létszáma a 6 órás ostrom leforgása alatt szép lassan és adagonként feldúzzadt 100-ra. Majd egyenként kiengedtek mindenkit az RMDS székházból. Körülbelül ekkor ért véget a Kultúrpalotában a Vátra Romanyászka által szervezett román népzene és táncműsor is. A székház előtt minden elcsendesedett. Éjszaka kijött az ügyészség, felmérte a helyszínt és fényképeket készített.
A kivizsgáló parlamenti bizottság felmérte a politikai pártok székházában a károkat, amiket az ostromlok okoztak. A mérleg hétfő este az RMDS székház ostromának következtében a klinika sürgősségi osztályára 30-nál több sebesült került fel. Ezek közül 7-et bent tartottak. A sebesültek mind magyarok voltak, egy petelei román fiatalember kivételével, akit azért vertek meg a románok, mert magyarnak hitték. Nincs pontos adat arra vonatkozólag, hogy ezeken kívül hány magyar embert vertek meg aznap a városi randalírozások alkalmával, hiszen sokan nem jelentkeztek a klinikán. Feltevődik a kérdés, kik azok, akik teljesen ismeretlen embereket, köztük idős, őszhajú férfiakat és nőket bántalmaznak. A legsúlyosabb sebesült Sütő András Herder díjas író volt. Engem olyan 10 óra körül hívtak be, mert nem én voltam az ügyeletes, és közölték, hogy sebesültek érkeztek, és Sütő Andrást ott találtam akkor a sebészeti osztályon, ahol éppen az összevarrása történt a homlokon ejtett sebnek. Elkészültek a röntgenképek, utána minden szakorvos behívtak, akik leellenőrizték azt, hogy milyen elváltozások vannak a fejsérülésen kívül. A fő sérülést a bal szemen láttuk. Nagyon nehezen lehetett kinyitni, mert teljesen bővérzett az egész orbita, de azt lehetett látni erőltetve, hogy az egész szemgolyó bevérzett. Eltört több bordája, a bal karja súlyos zúzódást szenvedett, mindkét szeme bevérzett, de sikerült megmenteni az életét. Fél szemére viszont örökre megvakult. Szemészeti klinikáról összegyűjtögették az én szemészeti kezelésem iratait. A sajtóban megjelent igazolások szerint nekem már nem volt épp bal szemem hónapokkal korábban is. Sütő András avea problema aceea cu ochiul mai de mult, de vreun an, un an și ceva. Deci nu aruncați pe noi lucrul ăsta. Sütő Andrást másnap 20-án hajnalban katonai repülőgép a bukaresti katonai kórházba szállította. Ugyanazzal a géppel ment Ioan Zsúdia is, akit Iliescu rendelt fel Bukarestbe. Sütő Andrást Bukarestben két magyar orvos is megvizsgálta a magyar katonai attasé jelenlétében. Véglegessé vált a diagnózis, hogy a bal szemét el kell távolítani. Elszállították a repülőtérre, ahonnan feleségével együtt Budapestre vitték. Óhatatlanul feltevődik a kérdés, miért pont Sütő András? Budapest 1990. március 19. Mialatt Marosvásárhelyen román parasztok rátámadtak a város magyar lakóira, Budapesten, a kormány vendégházában magyar-román baráti találkozó zajlott magyar és román értelmiségiek, irodalmárok és tudósok részvételével. Az első magyar-román értelmiségi találkozó védnöke Horn Gyula magyar külügyminiszter volt. Célja, hogy magyarok és románok dialógust folytassanak a történelmi megbékélés érdekében. A forradalom után felmerült kérdéseket, a sajtó szerepét, a román-magyar közeledést, a megbékélés lehetséges módjait tárgyalták. A megbeszélésen jelen volt Gabriel Liceanu, Mircea Dinescu, Ioan Alexandru, Smaranda Enache, Tamás Gáspár Miklós, Kányádi Sándor, Domokos Géza, Markó Béla, Bodor Pál, Csóri Sándor. A találkozó résztvevői délután értesültek a Marosvásárhelyen kirobbant zavargásokról. A Marosvásárhelyen ülésező RMDS vezetést megtámadták. A támadók környező falvakból, egészen pontosan Régen és Görgény falvakból információink szerint
baltákkal és vasvillákkal fölfegyverkezve rájuk törték az ajtót, és az RMDS helyi vezetése egy 8-10 fő a padlásra szorult föl. Azok, akik Sütő Andrást személyesen is ismerik, azt tudom mondani, hogy egyenlőre a holléte bizonytalan, ugyanis ő is részt vett ezen a tanácskozáson. Elképzelhető, hogy neki a hátsó kijáraton az eseményt biztosító egy rendőr autóval sikerült valamilyen módon elmenni a helyszínről, de ezt nem tudom pontosan. Domokos Géza javaslatára a résztvevők egy közös nyilatkozatot adtak ki. Mi, magyarországi és romániai értelmiségiek, akik 1990. március 19-én és 20-án találkoztunk Budapesten, hogy őszinte párbeszédet folytatva megpróbáljuk végre természetessé és normálissá tenni a népeink közötti kapcsolatokat. Aggodalommal értesültünk a március 19-én Marosvásárhelyen történt erőszakos és felelőtlen cselekedetekről, amelyek megrontják a nemzetiségek kapcsolatait, megzavarják az erdélyi románok és magyarok békés együttélését, és ezzel meggátolják és kompromitálhatják a romániai társadalom demokratizálódási folyamatát. Az ilyen cselekmények veszélyeztetik Románia beilleszkedését a mai és a holnapi Európába. Megdöbbenéssel és felháborodással értesültünk arról, hogy Sütő Andrást, a kiváló írót, aki már a múlt rendszerben is megszenvedett méltóságteljes és bátor magatartása miatt, most magyar testvéreivel együtt ismét bántalmazták olyan személyek és csoportok, amelyek nem fogták fel, hogy az etnikumok közötti párbeszédben érvekre van szükség, nem erőszakra. Hisszük és valljuk, hogy minden kormány kötelessége óvni és oltalmazni állampolgárai életét, valamint az egyéni és kollektív jogokat. Valójában mit is tett a rendőrség, a katonaság, a román kormány? Az RMDS székháza a törvényszék és a börtön tűszomszédságában van, 230 méterre a városi és a megyei rendőrségtől, illetve a Marosvásárhelyen akkor még aktív Securitate épületétől. Az ostrom állapot délután 4 órától este 10-ig tartott. Egy március 1-től érvényben levő törvényerejű rendelet bünténynek minősíti a politikai pártok székházába való erőszakos behatolást, és rendkívül szigorúan bünteti. Marosvásárhelyen 3 katonai kaszárnya is van, meg egy csendőrkaszárnya. Más helyektől eltérően itt a Securitatét nem oszlatták fel decemberben, tehát a legkevesebb, amit feltételezhetünk róluk, hogy pontosan tudták, kik és mire készülnek március közepe után. A hadsereg mindenhol ott volt. A hadsereg mindent ellenőrzött. És minden információ a birtokában volt. És ha akarja, elmondom, mert nem titok. Én, mint a városi tanács elnöke, nem szüntettem meg a titkosszolgálati szerveket, amelyek azelőtt léteztek. December 26-án azt mondtam nekik,
Ti az országot és a népet szolgáltátok az eskütökhöz híven. A vezetőség megváltozott. Aki nem akarja továbbra is szolgálni az országot és a népet, ahogyan megesküdött, az szabad. Senki nem távozott. Akkor kiadtam a parancsot, hogy lássák el feladataikat, és teljesítsék kötelességüket. Én minden reggel 7 órakor megkaptam a szigorúan titkos jelentést, ahogyan az akkor működött a marosvásárhelyi rendőrség parancsnokától. Hál' Istennek, akkor a román rendőrség nagy létszámú volt és erős. Mindennek ellenére a szemtanúk szerint, de a videó felvételeken is látszik, hogy a székháztámadásnál csak néhány rendőr volt jelen, de csak szemlélői voltak az eseményeknek. Milyen erőkkel vonult fel a rendőrség körülbelül? Mivel is a tegnap, úgy ez időtájban, a tegnap itt a főtéren volt a másik tüntetés, a rendőrségnek a legnagyobb ere itt lent volt, miután itt értesültünk, hogy fent összeverődött és több tömeg összekerült, azonnal felét az összegnek, az összeállománynak felét felvittük, és megpróbáltuk körbevenni az épületet, megpróbáltuk ugyanakkor is, sőt, megakadályozni, hogy bemenjenek az épületbe. Ez sikerült is egy adott pillanatig. Hamarabb a főépület előtti ajtót biztosítottuk, azután a tömegnek egy része hátrament, és az udvari bejárati ajtót, vasajtót próbálta feszíteni. Az összegünk, az összeállományunk kettőbe osztottuk, túl is mentek, és nem tudtuk megakadályozni már, hogy a kaput is betörjék. Ugyanis jött egy csoport, különböző dorongokkal, fejszékkel, kapákkal felszerelkezve, és ennek már nem tudtunk ellenállni. És a rendőrparancsnokságnak mi a erősítést kér például, hogy többet ilyen eset ne fordulhasson elő? Ahogy tudom én, nem vagyok a vezetőségből, de ahogy tudom, kértük a segítségét a katonaságnak, hogy segítsenek, de amint értesültem, úgy tudom, hogy nem volt erre engedélyük, valaki ugyanis nem engedélyezte, hogy a katonaság segítsen. Nem csak az RMDSZ vezetősége kérte folyamatosan a védelmet a rendőrségtől és a katonaságtól, hanem látván, hogy a pártok székházának az ostroma zavartalanul folyik, még a Marosvásárhelyi Rádió is a rendfenntartó erők beavatkozását kérte. A marosvásárhelyi eseményeket kivizsgáló Helsinki Watch jelentése külön kiemeli, hogy az a néhány rendőr, aki ott állt, csak szemlélte az eseményeket, meg sem próbált közbelépni, egy árva szóval sem kérte a randalírozókat, hogy mérsékeljék magukat. Az, hogy a kapu ajban megjelenve rám mutat egy román katonát, és azt mondja, hogy itt van, vegyétek kezelésbe. Az a tény, hogy a rendőrség délutáni órában, amikor még mindannyian fent voltunk, hivatalosan közli érdeklődésre feleségemmel és más személyekkel, hogy engem ők már onnan elszállítottak, tehát ne próbálkozzék senki azzal, hogy magyar tömegeket az én megmentésimre oda irányítson, mind-mind a tudatos szervezés teljes bizonyítéka. A rendfenntartó erők, a rendőrség és katonaság nem akadályozták meg sem a közvagyon rongálását, sem az állampolgárok bántalmazását, és csak akkor jelentek meg nagyobb számban, amikor a falusiak már elvégezték a dolgukat. A hivatalos magyarázat a Maros megyei rendőrség főparancsnokától származik. Györgyi Gámbriá azt nyilatkozta, hogy nem volt elég állománya. Ennek viszont teljesen ellentmond Zsudja úr állítása, továbbá a városban állomásozó rendőrségi és katonai erők létszáma. És meg kell mondanom önnek, hogy március 19-én lényegesen nagyobb rendőri erők voltak ott, mint amilyeneknek normális körülmények között lennie kellett volna. Az RMDSZ székház ostromának egyes számú főszereplője, a város polgármestere, Johann Zsudja ezredes volt,
aki mindenhol egyenruhában jelent meg. Könyvében állítja, hogy ő mentette meg a székházat attól, hogy felgyújtsák, és a magyarok, de elsősorban a Sütő András életét. Zsudiam, mit mondta? Hogy nem lesz semmi bajunk, jövünk le. Ők megvédenek, és hogyha most nem jövünk, akkor elmennek, és nem biztos 10-15 perc múlva, hogy mi lesz a helyzetünk. Ki mondta azt, hogy lemehettek bántódás nélkül? Zsudia úr. Zsudia úr azt mondta, menjünk le nyugodtan, itt van a hadsereg, itt van a rendőrség, hogy nyugodtan elhagyhatjuk az épületet. Nem fog törni abszolút semmi bántódásunk. A Helsinki Watch jelentés is külön kiemelik, hogy Zsudia személyesen garantálta a padlásra szorult magyarok biztonságos eltávozását. Zsudia úr tulajdonképpen ő vért át minket, és ő a felelős szerintem az egészért. Mert ő biztosított, és minden becsületet és mindent kiadott, menjünk le nyugodtan, nem fog történni bántódásunk. És mi sajnos Sütő úr is hitnek is, mi ő ott a szellemi vezetőnk, hittünknek is lementünk. Sütő András elbeszélése szerint Zsudia ezredes volt ebben a pakliban a Fekete Péter, ugyanis ővele tárgyalt Sütő András arról, hogy elhagyhassák békében a székházat, majd pedig olyan teherautókat kaptak, ahova fölszállhattak a pogrom lovagok is, és szinte a hadsereg Zsudia ezredes szeme láttára majdnem agyonverték a nagy írót. Véleményem szerint a kimenekítést nem készítették elő megfelelően. És én amondó vagyok, hogy az a felelős beosztás, amelyet Zsudia ezredes a megyei vezetésben betöltött, megakadályozta őt annak megértésében, hogy mekkora felelősség terheli őt. Nagyon sajnálom, és ezt meg is mondtam, hogy még mindig vannak a Nemzetvédelmi Minisztérium alkalmazásában olyan személyek, akik, hogy így mondjam, bizonyos politikai szerepet töltenek be. Mi emiatt úgy kezeljük őket, mint akiket a minisztériumból ideiglenesen máshová helyeztek. Ezek többnyire nem kellően képzettek ahhoz, hogy megértsék és tudják, hogyan kell egy politikusnak kezelnie a bizonyos körzetekben felmerülő, rendkívül kényes problémákat. Éppen ezért én magam sem értettem egyet azzal, ahogyan Zsudia ezredes cselekedett. Annál is inkább, mert éppen olyasmi fölött vesztett el az ellenőrzést, aminek teljes ellenőrzés alatt kellene állnia. Mindezen tények ismeretében sem indult soha kivizsgálás Ioan Zsudia ezredes ellen. Egyébként a bukaresti kormányküldöttség Nesze Dumitru és Verestói Attila személyében egész nap a városban volt. Én itt voltam 19-én, egy két tagú küldöttség érkezett Vásárhelyre, hiszen már azelőtt Domokos Géza felhívta az akkor ideiglenes parlamentnek, vagy tanácsnak, egységtanácsnak a figyelmét, hogy figyeljünk oda, mert uszítás és magyar ellenes tevékenység jelei mutatkoznak szerte az országba. Cu în luni, de dimineață până noaptea târziu, cu ambele comunități, nivel universitar, neuniversitar, cu tare, nu sunt multe aceste probleme. De ce să complicăm? Complicația este că pe aceste probleme s-a lăsat suspiciune, zvonuri, provocări, neprovocări, tâmpenie. De az öt oldalas küldetési jelentésükből az derül ki, hogy valahogy mindig lemaradtak egy lépéssel az események mögött. Így gyakorlatilag semmit sem tettek a parasztok bejövetelének és a támadás megakadályozásáért, a székház vagy sütőjék megmentéséért. Este egy kiskocsival visszaindultak Bukarestbe. Ugyanaznap este későn, a székház támadása után Iliescu megszólalt a román televízióban és a rádióban. Sajnálatosnak tartotta a románok és a magyarok között az utóbbi napokban kialakult fokozott feszültséget, és különösen súlyosnak tartotta az esti eseményeket, az RMDS székház szétverését és a magyarok bántalmazását. Ekkor még egyértelműen azt nyilatkozta, hogy a támadók románok voltak. Másnap a helyi Kuvuntu Liber mélyen hallgatott a székház megtámadásáról, csak különféle közleményeket és felhívásokat közölt.
A március 20-ai bukaresti AD-ről leírta egyszer részletesen a délelőtti román tüntetést, amelyben lemondatták Kincses elődöt. Majd egy másik cikkben ugyanaz az újságíró csak annyit írt, hogy a Kincsest lemondató román tüntetők közül valakik, közöttük néhány faluról bejött ember is, botokkal a politikai pártok székházához mentek. Mint mondta, ott nagyon sok magyar ember is össze volt gyűlve, és a két csoport között szóváltásra került sor, minek következtében a Nemzeti Parasztpárt, a Liberális Párt és az RMDS irodáit részlegesen feldúlták, és hogy a rendfenntartó erők közbelépése lecsítította a kedélyeket. A román sajtó később vagy elhallgatta a március 19-i eseményeket, vagy az események kronológiáját összezavarva összemosták a március 20-ai történtekkel. Ma is kérdés, hogyan lehetett annyira összehangolni a független, illetve demokratikus és szabadnak titulált román sajtó legkülönbözőbb újságjait és az állami televízióadót, hogy ennyire egyformán elhallgassák a március 19-i eseményeket. Utólag számtalan kérdés vetődik fel. Tulajdonképpen milyen céllal hozták be a felfegyverzett parasztokat Marosvásárhelyre? Az nyilvánvaló, hogy nem a Vátra Romanyászka délután 5-től kezdődő kulturális műsorára, a Kultúrpalotába. Egyik lehetséges cél az lehetett, hogy biztosítsák Kincses előtt lemondatásának sikerét, hogy amennyiben nem mond le, erőszakhoz folyamodhassanak. Kincses előd egykor lemondott. Akkor miért hozták be őket 2 után? Egy másik lehetséges cél az orvosi egyetemen sztrájkoló magyar diákoknak a szétverése lehetett volna. Ezt a lehetőséget csak erősíti az a tény, hogy déli 2 órakor Pászku rektor úr feloszlatta az orvosi egyetem szenátusát, és kijelentette, hogy a továbbiakban ő csak mint magánember vesz részt mindenben. Valószínűleg tartott a felelősségtől. De már reggel tudni lehetett azt, hogy az egyetemisták felfüggesztették a sztrájkot. Egy harmadik lehetséges cél az, hogy az RMDS székházát akarták megtámadni. De ott kora délutánra, amikor bejöttek a parasztok, nem volt semmilyen rendezvény értekezlet betervezve, tehát nem volt megtervezhető célpont. Egy negyedik lehetséges cél Sütő András meggyilkolása volt. Én szerintem az egész cél minden András bácsi ellen irányult, mert ő volt a vezető. És ahogy szokták mondani, mindig, hogyha elfogják a vezetőt, akkor meg van nyerve az ütközet. Néhány óra tapasztalata alapján, és a korábbiak, az előző napok, hetek tapasztalata alapján jól tudtam, hogy valójában azok, akikkel a fordulat előtt kerültem konfliktusba, mindenek előtt a belügy és a pártaktiva, a diktatúra képviseletének ilyen-olyan személyei Bukarestben és Marosvásárhelyt egyként meg akarják bosszulni magukat rajtam mindazért, amit én cselekedtem a diktatúra ellen. Valójában azt a 2500 tömeget azért vezényelték oda, hogy egyrészt az RMDS székházát porig rombolják, ami meg is történt, másrészt pedig engem Móresre tanítsanak, pontosabban legyilkoljanak, oly módon, hogy utólag mindenféle abszurd igazolást találjanak az én halálomra. Azt hiszem, hogy létezett egy borzasztó forgatókönyv is, amelyik arra gondolt, hogy a március 19-e miatt felháborodott magyarság, és ugye Sütő bántalmazása és az RMDS székház tönkretétele, illetve az én lemondatásom miatt, felháborodásuk miatt képesek lesznek
arra, hogy agresszíven lépjenek fel a románokkal szemben. Ha így volt, akkor újabb kérdések merülnek fel. Miért pontosan március 19-ére tervezték ezt? Mert aznap délelőtt mondatták le Kincses elődöt? Mert akkor kezdődött Budapesten a román-magyar értelmiségi találkozó? Vagy mert arra a hétre tervezte a Temesvár Társaság, hogy Marosvásárhelyen is népgyűlést szervezzen, a temesvári kiáltványt megismertetni? Jó volt-e, hogy Sütő András délben felment az RMDS székházába? Délfelé úgy gondoltuk, hogy Sütő Andrásra is szükség van, hiszen ő a leghitelesebb személyiség, és akkor ő is odajött a székházba, egyrészt azért, hogy a hatósággal, rendőrséggel, megyével, sőt Bukaresttel tudjunk beszélni, figyelmeztessük őket, hogy itt baj van. A másik az, és ez egy kollektív döntés volt, kiment, és azokat az embereket, akik láttuk, hogy gyűlnek össze, elhangzott az a beszéd, ami azt mondta, hogy amely szerint ő hát úgymond hazaküldte az embereket. Helyes volt-e a döntés, hogy délután 3-kor az RMDS vezetősége hazaküldte az ott gyülekező embereket? Az RMDS hülyeség volt, hogy az RMDS elküldte az összegyűlt embereket 4 órakor. Akik ott voltak a székházban, úgy döntöttek, hogy jobb, hogyha csitítják a tömeget, hiszen nem szabad a provokációnak válaszolni, és olyan következményei lehetnek, amelyek visszafordíthatatlanok. Intokolt volt Sütő András döntése, hogy lejött a padlásról? Sajnos Sütő úr bízott Zsudiában, amit nagyon nem jól tett, mert mindenki mondta, hogy felt 70-en voltunk fent, és mindenki mondta, nem lehet bennük bízni, és nem menjünk le. Én nem azért vonultam le akkor a padlásról, mert hittem egy galád lelkületű ezredesnek, akiről jól tudtam, hogy egyik szervezője mindannak, ami történik. Én azért voltam kénytelen elhagyni a padlást, mert meggyőződésem mi vált, hogy felgyújtják az épületet. Miként vállalhattam volna annak felelősségét, hogy konokul nemet mondok, és aztán ott találjuk magunkat a lángok között egy olyan hatalmas mágián, amelynek a veszedelme nem az én képzeletem szüleménye volt, hanem valóságos, ellenőrizhető veszedelem. Azért hagytam el a padlást, mert épp ésszel nem lehetett azt remélni, hogy 2,5 ezernyi tömeg abban az állapotban, tehát leitatva, felbújtogatva, vérszomjas állapodva, sodorva, egyszerűen békésen fog onnan eltávozni. Erre semmiféle kilátás, reménye nem lehetett, ostobának és önáltatónak kellett lenni ahhoz, hogy valaki abban reménykedjék, hogy még egy darabig azt kiabálják, hozzátok ki őket, hogy akasszuk fel őket, és majd a kiabálást elunva békésen eloszlanak. Mi nem is akartunk lejönni végre, mi annyit akartunk elérni, hogy szigeteljük, tehát vegyük körül a székházat, és szigeteljük el a feljáratot, a padlás feljáratot. És mi nyugodtan meg tudtuk volna lenni, addig, amíg a nép szétoszlik, mert gondolom, ők sültek ott egész éjjel. Nem bírták volna ki. Ők is emberek, ők is fáradnak, ők is megéheznek. Hogy én helyesen jártam el akkor, hogy elhagytam a székházat, hogy, és az ösztönöm nem csalt meg, azt bizonyítja az a puszta tény is, hogy miután engem leütöttek és elszállítottak, attól számított 25-30 perc alatt a tömeg teljességgel az utolsó szál emberig eltűnt onnan. E kérdésekre több fényt vetnek a következő nap eseményei.